Mancsőrjárat, a karácsony megmentése. A karácsony előtti napon a Mancsőrjárat kutyai az őrtorony előtti hatalmas fa díszítésével foglalatoskodtak. Úgy imádom a karácsonyt, mondta Zuma, alig várom, hogy a Mikulás ide érjen. Sky felemelkedett a levegőbe, és egy ragyogó csillagot tett a fa tetejére. Így már egészen biztos, hogy a Mikulás ide talál, mondta mosolyogva. Aznap éjjel, amikor Mikulás elindult az ajándékokkal, szörnyű vihar tombolt. A szél csak úgy dobálta a szánt. Az ajándékokkal teli zsákok kipotyogtak, és a karácsonyi varázscsillag, aminek segítségével a rénszarvasok és a szén a szán repülni tudtak, elveszett. A Mikulás szánja hóba landolt. A Mikulás azonnal hívta Rydert, és elmesélte neki, hogyan vesztek oda ajándékok és a csillag. Szükségem van rád és a Mancsőrjáratra, mondta, mentsétek meg a karácsonyt. Hogy megmentsük a karácsonyt? Mi? Kérdezte aggódva Ryder. Ti bizony, hiszen én úgy hallottam, hogy számotokra nincsen nagy falat, vagy túl kicsi kutya, mondta a Mikulás. Így is van, Mikulás. Minden tőlünk tehetőt megteszünk, hogy megmentsük a karácsonyt. Ryder elmesélte a kutyiknak, mi történt a Mikulással. A karácsony megmentéséhez az egész csapat segítségére szükség volt. Ryder kiosztotta a feladatokat. Rubble kiássa a szánt a hóból, Rocky pedig kijavítja a kelekezett sérüléseket. Sky, Zuma és Marshall közben az elveszett ajándékok után kutat. És Chase, mondta Ryder, a hangszóróddal és a hálóddal begyűjtöd a rénszarvasokat. Chase, segít, ahol tud, kiáltotta a rendőrkutyi. A Mancsőrjárat bevetésre kész. Ryder és a kutyik megtalálták a Mikulás szánját a hóban. Csak nyugalom, mondta Rubble, majd én kiásom. Kinyújtotta a lapátot a hátipakjából, és neki látott a munkának. Miután eltakarították a havat az útból, Rocky felemelte a szánt a targoncájával, hogy Ryder megvizsgálhassa, megsérült-e valahol. A becsapódás során az egyik talp teljesen letört, de szerencsére Rockynak volt egy régi siléce, amivel helyettesíthették. Sky eközben a Mikulás eltűnt ajándékait kereste. Reflektor a sötét erdőt pásztázta. Látok egy zsákot, jelentette Chase-nek és Marshallnak. Marshall kinyitotta a tűzoltótó létráját és felmászott. A zsákért nyúlt, de jaj, megcsúszott a lába. Marshall és a zsák zuhanni kezdtek. Chase gyorsan kilőtt egy hálót és elkapta vele a zsákot. Marshall pedig a puha hóba landult. Jól vagyok, mondta mosolyogva. A kutyik megtalálták az összes ajándékot, kezdődhetett is a kiszállítás. Sky csak úgy szelte a csipős levegőt, majd bedobott egy zsákot két kisállat szalonjának a kéményén. Talált, kiáltott boldogan. Közben Marshall, Godbé polgármester asszony kéményén zuhant lefelé. Kott, fontoskodott Gyukica. Gyukica, psz, ne kelts fel a polgármester asszony, suttogta Marshall, és becsúszhatott egy ajándékot a fa alá. Még egy cső, mastim alá kötött kukoricát is hozott Gyukicának. Ez alatt Zuma a légpárnás hajójával Turbot kapitány világítótornya felé igyekezett. Hirtelen Valli a rozmár bukkant fel a vízből, és elállta az útját. Zumánál volt egy ajándék Valli számára is. Boldog karácsonyt, haver! Valli köszönettel integetett, és elúszott. Ryder, Rocky és Rubble Jumi gazda farmján keresték a karácsonyi varázscsillagot. Semmit sem találtak, míg nem Ryder az éjszakai égbarta mutatott. Bettina tehén repült a levegőben, a karácsonyi csillaggal az oldalán. Ryder lecsalogatta egy kis friss szénával, Rocky pedig levette a tehénről a ráragadt csillagot. Chase ez alatt megtalálta a Mikulás rénszarvasait. Figyelem, minden rénszarvasnak, mondta a hangszórójába. Kérlek, haladjatok előre rendezett sorokban. A rénszarvasok pedig visszamentek Chase-zel a Mikulás szárnyához. Tökéletes lett a szánom,
örvendezett a Mikulás, és már csak egy valami hiányzik, mondta Ryder, és átadta a karácsonyi varázscsillagot a Mikulásnak. A Mikulás a karácsonyi varázscsillagot visszahelyezte a szán elejére. Miután a kutyik felpakolták az ajándékokat a szára, ők is felpattantak rá. Sky pedig kezébe vette a gyeplőt. Mindig is ki akartam ezt próbálni. Gyerünk, hajrá, száguldjunk! Kiáltották a kutyik felváltva. A rénszarvasok hirtelen nekiíromodtak, felrepültek a levegőbe, és magukkal húzták a szánt is. A mancsőrjára csak úgy suhant a csillagos égbolton. Amikor a szán leszállt, a kutyik átadták a helyüket a Mikulásnak. Bármikor szívesen segítünk, Mikulás. Ha baj van, csak hohóz, és mi jövünk, mondta Ryder, amikor a kutyikkal együtt elbúcsúztak a Mikulástól. Másnap reggel a kutyik, mielőtt kibontották volna saját ajándékaikat, Rydert lepték meg egy nagy csomaggal. Egy hatalmas csont volt benne. Jó illata van, mondta Chase, és megnyalta a pofikáját. Ez tökéletes ajándék, mondta Ryder. Na jól van, kutyik, legyen a tiétek. Boldog karácsonyt!